1918. októberében, az első világháború utolsó hónapjában, Kossuth Lajos fél évszázaddal korábbi jóslata a monarchia felbomlásáról kezdett valósággá válni. A Balkán irányából Antant seregek közeledtek az osztrák-magyar monarchia határai felé, Bulgária és Törökország már megadta magát, Észak-Itáliában pedig egy újabb olasz offenzíva kezdődött a háborús összeomlás híreit, politikai káosz követte a dualista államban, amit az uralkodó negyedik Károly osztrák császár, magyar és cseh király tehetetlenül szemlélt. A politikai zűrzavar egyik oka az volt, hogy Woodrow Wilson amerikai elnök korábbi álláspontját megváltoztatva nyilvánosan elkötelezte magát a cseh, a szlovák, a román és a délszláv önállóság mellett. A monarchiában élő nemzetiségek vezetői ezért a nagyobb központokban önrendelkezési jogot gyakorló nemzeti tanácsokat alakítottak. A tarthatatlan körülmények miatt az uralkodó által egy évvel korábban kinevezett magyar kormány 1918. október 23-án benyújtotta lemondását. A hír hallatán a nemzetiségek példáját követve a baloldali, eddig ellenzékként működő pártok egy alternatív tanácskozó és irányító testületet hoztak létre Magyar Nemzeti Tanács néven. A koalíciót a Függetlenségi és 48-as párt, az Országos Polgári Radikális Párt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Kisgazda Párt alkotta, elnökévé pedig egy demokrata elveket való arisztokratát, Gróf Károly Mihályt választotta. A Magyar Nemzeti Tanács egy 12 pontból álló kiáltványt fogalmazott meg, amiben a háború befejezését, a Német Szövetség felbontását, az ország függetlenségének megteremtését, általános és titkos választójog alapján új választásokat, demokratikus szabadságjogokat, földosztást és szociális reformokat követelt. A nemzetiségeknek az önrendelkezés jogát helyezte kilátásba annak reményében, hogy így biztosítható lesz Magyarország területi integritása. Budapest és a vidéki nagyvárosok lakosai lelkesen fogadták a Nemzeti Tanács megalakulását és a 12 pontos program megvalósítását követelve, október 28 és 30-a között az ország különböző pontjain tömegtüntetésekre, valamint sztrájkokra került sor. A magyar lakosság önállósulási szándékát fejezte ki, hogy a tüntetők a középületekről leverték a birodalmi címereket, a katonák pedig a császári és királyi hadsereg sapkarózsáit letépkedték, és a helyükre őszi rózsát, vagy kokárdát tűztek. A monarchia többi ország részében is hasonló volt a helyzet. Prágában, Bécsben és Zágrában is tömegfelvonulásokra került sor, és a nemzeti tanácsok egymás követve nyilvánították ki a nemzetiségi területek elszakadását és függetlenné válását mindezek hatására 4. Károly október 31-én kinevezte Gróf Károly Mihályt miniszterelnökké, vagyis Magyarországon fegyveres harc nélkül győzött a forradalom. Néhány halálos áldozata mégis volt az eseményeknek. Gróf Tisza István, egykori miniszterelnököt, akit a háborús részvételért és minden rosszért okoltak, a saját otthonában a felesége és unokahúga szemmel láttára egy máig ismeretlen katonákból álló csoport agyonlőtt. Károly Mihály néhány órával a kinevezése után megnevezte a kormánya tagjait, akik a Nemzeti Tanács 12 pontos programja alapján kezdték meg a munkájukat. Az eredeti elképzelés egy olyan független és demokratikus köztársaság létrehozása volt, amelyben a magyar állam területi egységének megőrzése mellett a nem magyarok is államalkotó tényezőként vettek volna részt. Ennek az elképzelésnek a megvalósításához azonban a külpolitikai helyzet és az ország belső állapota korán sem nyújtott megfelelő körülményeket. A kormány első és legfontosabb feladata a nemzetközi elismerés megszerzése, a fegyverszünet, valamint a békeszerződés megkötése volt. Károlyi és a kormány első nagy tévedése az volt, hogy bíztak a Wilsoni elvekben, és az aktuális helyzetet csak átmenetinek tekintették. 1918. november 13-án ezért fogadták el az Antant fegyverszüneti egyezményét, ami Magyarországra nézve hátrányos feltételeket tartalmazott. Az egyezmény kötelezte a kormányt, hogy a Szamos folyó felső folyásától keletre, valamint a Maros vonalától délre eső erdélyi és bánsági területekről, továbbá a Szeged, Baja, Pécs, Varasd vonalától délre fektő bácskai és dráva melléki részekről vonja ki a magyar csapatokat. A szerződés aláírása után nem sokkal a demarkációs vonaltól délre és keletre lévő területeket a szerb-francia és a román haderő gyorsan birtokba vette. Ráadásul csefegyveresek is megjelentek Felső Magyarország szlovákok lakta részén. Magyarországot ez a helyzet teljesen kiszolgáltatta, ami az eredeti elképzelést, a nemzetiségekkel való megegyezés esélyét szinte a nullára csökkentette kormány békeprogramja miatt a magyar érdekek védelmére potenciálisan képes nemzeti hadsereg szervezése nem kezdődött meg, ezért az RD, a felvidék és a délvidék feletti ellenőrzés néhány hét alatt szinte teljesen elveszett. Egyedül a Kratokfil Károly ezredes által megszervezett székely hadosztály volt képes érdemi védelmi tevékenységre Erdélyben. A forradalom utáni harmadik héten, 1918. november 16-án megszűnt a több mint 900 éves magyar királyság a parlament előtt összegyűlt 200 ezeresre becsült tömeg előtt kikiáltották a Magyar Népköztársaság megalakulását, aminek ideiglenes köztársasági elnöke Gróf Károly Mihály lett. Ezután Magyarország egy független és demokratikus országgá vált, de csak papíron és közjogi értelemben. A koalíciós kormánynak a demokrácia megvalósulásához új törvényeket kellett hoznia, és a háború következményeként fellépő rendkívül súlyos gazdasági, valamint szociális problémákat kellett megoldania. A háborúban kimerült, az Anton blokkádjába zárt Magyarországon egyre súlyosabb tüzelőanyag és élelmiszer hiány lépett fel. A közlekedés, a szállítás és a piaci viszonyok zűrzavara miatt az üzemek és gyárak leálltak. A frontról hazatérő katonák és az elbocsátások miatt a munkanélküliek száma több százezerre nőtt. Mindeközben az idegen uralom alá került területekről, a pályaudvarokra megérkeztek a magyar menekültek első csoportja is. Az élelmiszer, ruházat és tüzelőhiányra nem jelenthetett megoldást a bérek és segélyek növelése, mert a kibocsátott többletpénz csak az inflációt növelte, és további áremelkedést okozott. Ilyen nehéz körülmények között tett kísérletet a kormány a belpolitikai programjának megvalósítására. A program egyik legfontosabb eleme a földreform törvény elfogadása volt, amivel a kormány az 500 holdnál nagyobb magán és 200 holdnál nagyobb egyházi birtokok kisajátítása után 5-20 holdas életképes paraszgazdaságokat akart létrehozni. A kormány választójogi rendülete általánossá és titkossá tette a szavazást, és 1919. április elejére nemzetgyűlési választásokat hirdetett meg. A társadalmi feszültségeket szociálpolitikai intézkedésekkel igyekeztek enyhíteni. Bevezették a munkanélküli segélyt, betiltották a gyermekmunkát, a hazatérő katonák a csekély végkielégítésben részesítették, és tervezték a 8 órás munkanap bevezetését, valamint a társadalombiztosítás kiterjesztését is. Ezek az intézkedések azonban a hétköznapokban alig éreztették a hatásukat, a rendelkezések egyre súlyosabb külpolitikai és gazdasági körülmények között születtek, a végrehajtások pedig nagyon nehézkesen és vontatottan haladt. A háború utáni hónapokban emberek tízezre éltek nyomorúságos körülmények között Magyarországon éhezve, fázva, melegruha és fedél nélkül. A nemzetiségi politika kudarca a gazdasági nehézségek és a nyomukban járó társadalmi feszültségek miatt a polgári kormányt jobb oldali és baloldali politikai erők egyre hevesebben kritizálták, miközben a támogatóinak a száma folyamatosan csökkent. A baloldali ellenzéket a radikális szociáldemokráciával rokon szenvező értelmiségiek és a kommunisták jelentették. Az utóbbiak 1918. november 24-én alakították meg a kommunisták Magyarországi Pártját, aminek tagjai között nagy számban voltak Oroszországból hazatért, vagy a bolsevik forradalom továbbterjesztésének szándékával hazaküldött hadifoglyok. A párt vezetője Kunbéra lett, aki a párt hivatalos lapjában, a vörös újságban nyíltan hirdette az Oroszországban megismert tanácsrendszer nagyszerűségét, a kapitalizmus végét és a demokratikus rend megdöntésének szükségességét. A jobboldali ellenzéket egyrészt a gróf Betlen István vezetésével megalakult Nemzeti Egyesülés Pártja jelentette, amely a demokratizálódás helyett egy erős tekintélyelvő központi hatalmat látott volna szívesen, és a történelmi magyar határok fegyveres védelmét követelte. Másrészt több szélső jobboldali szervezet is létrejött, ami kormányellenes, nacionalista és antiszemita tüntetéseket szerveztek Budapesten. A kormány kezdetben nem lépett fel határozottan a rendszert nyíltan megkérdőjelező szervezetek ellen, de az erőszakos fellépés az idő előre haladtával elkerülhetetlennek tűnt. 1919. februárjában a jobboldali szervezetek közé tartozó Magyarországos Védelő Egyletet feloszlatták, és a kommunista vezetőket letartóztatták és börtönbe zárták. Károly Mihály győztesek jó indulatára építő politikájának kudarca akkor lett nyilvánvaló, amikor a Párizsban ülésező békekonferencia Magyarország keleti határairól szóló döntése március 20-án a kormányhoz megérkezett. A döntés értelmében a magyar katonákat szinte a Tisza aláig kellett volna visszavonni, és a román csapatok még tovább nyomulhattak nyugat felé. Ez egy teljesíthetetlen követelés volt, ezért azt a magyar kormány visszautasította. Károlyi a nemzeti ellenállás meghirdetése mellett döntött, és egyetlen lehetséges szövetségesként Szovjet-Oroszország segítségét akarta elérni. A kommunista állammal való szövetség megszerzésére a legjobb esélyt egy új, csak szociáldemokrata politikusokból álló kormány kinevezésében látta. Ez a terv volt Károly Mihály második végzetes tévedése. A szociáldemokraták többsége ugyanis nem akart egyedül kormányt alakítani, ezért 1919. március 21-én Károly tudta nélkül megegyezett a börtönben ülő kommunista vezetőkkel a pártjaik egyesítéséről és a hatalom közös gyakorlásáról. Az 1918-as őszírózás forradalom, ami egy Magyarország demokratikus átalakítására tett kísérlet volt, ezzel az államcsinnyel dicstelen véget ért. A világháború utáni újabb, immár második forradalmat a proletár diktatúra megteremtése jelentette, amiben a baloldali vezetők néhány hét alatt az államélet, a gazdaság, a társadalom és a kultúra terén is alapvető változtatásokat vezettek be. A Szociáldemokrata és a Kommunista Párt Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült és a legfőbb irányító szervezetének létrehozta a forradalmi kormányzó tanácsot, amelyet a különböző ügyek nébbiztosai alkottak. Ennek a testületnek a legbefolyásosabb tagja, a forradalom tényleges vezetője, a külügyi Kun Kumbéla volt, aki tekintélyét nagy munkabírásának, jó képességének és Vladimir Illics Leninhez fűződő közvetlen kapcsolatának köszönhette. A forradalmi kormányzó tanács késlekedés nélkül látott hozzá a szocialista rend, vagyis a tanácsköztársaság megteremtéséhez. A régi önkormányzati testületeket és a közigazgatási szerveket feloszlatták, a feladataikat munkás, katona vagy paraszt tanácsok vették át. Már a hatalom követő ötödik napon megszületett a döntés a magántulajdoni viszonyok felszámolásáról. A húsznál több munkást foglalkoztató ipari, bánya vagy közlekedési üzemeket kártalanítás nélkül köztulajdonba vették, szocializálták a pénzintézeteket és a lakóházakat is. A száz holdnál nagyobb földbirtokokat ugyanígy kisajátították, de a parasztok legnagyobb bánatára a földeket nem osztották szét, helyette szövetkezetek és állami gazdaságok szervezésébe kezdtek. Bevezették a 8 órás munkaidőt, ingyenesítették az orvosi ellátást, csökkentették a lakbéreket, és a lakhatási válságot úgy kezelték, hogy a több szobás polgárlakásokba a tulajdonosok mellé munkás családokat költöztettek. A fővárosban így százezer kényszerű társbérlői viszony jött létre. A kommunisták az oktatásügyet is megreformálták. Államosították az iskolákat, egységes és kötelező 8 osztályos népiskolai rendszert vezettek be. Ezeknek a rendelkezéseknek a társadalmi fogadtatása rendkívül ellenmondásos volt. Az értelmiségiek, művészek, naívan bizakodó része, a városi munkások, a reménytelen helyzetben lévő szegények üdvözölték a fejleményeket. A radikális változásoktól idegenkedők, a munkájukat elvesztő tisztviselők, a magántulajdonokat féltő polgárok, a földjüktől megfosztott parasztok tartózkodó vagy kifejezetten ellenséges magatartást tanúsítottak. A régi elit képviselői visszamonultak, vagy az emigrációt választották. A külföldön tartózkodó politikusok egy csoportja, Betlen István vezetésével megalakította az antibolsevista komitét, amely legfontosabb feladatának a tanácsköztársaság megdöntését tekintette. Egy másik kommunista ellenes csoport Szegeden kormányjá szerveződött, amelynek tagjai között feltűn Gróf Teleki Pál földrajztudós és a monarchia hadiflottájának utolsó főparancsnoka Horti Miklós is a magyarországi kommunista hatalomátvétel a Párizsi békekonferencia résztvevőit is nyugtalansággal töltött el. A tanácskozó nagy hatalmak attól tartottak, hogy Lenin világforradalmi jóslata valóra válhat, és Magyarország után tanácsrendszerek jöhetnek létre attól nyugatabbra is. Ezért április közepén a román hadsereg engedélyt kapott a Magyarország elleni támadásra, ami tíz nappal később a csehszlovák és a francia szerb csapatok előrenyomulása követett. Kumbéla forradalmi honvédő háborút hirdetett, ami egyszerre jelentette a külső támadások elhárítását és a tanácsrendszert fenyegető belső ellenségek elleni fellépést. Fegyverbe szólították munkásságot, és országszerte toborzó gyűléseket szerveztek, aminek hatására a hadsereg létszáma néhány hét alatt többszörösére nőtt. Bár még így is nyomasztó hátrányban volt az ellenség gyűrűjében. A vélt vagy valós belső ellenállást az igazságszolgáltatás átszervezésével akarták letörni. A bíróságok új szervei a forradalmi törvényszékek lettek, a rendőrséget és a csendőrséget feloszlatták, helyüket a vörösőrség vette át. A kommunista intézkedéseknek ellenszegülőket és a szervezkedőket rögtön bíróságok eljárása alá vonták, és Samueli Tibor hadügyi népbiztos helyettes irányításával több fegyveres különítmény is működött az országban. Különösen hírhetté vált a Lenin fiú két 300 fős alakulata, aminek felfegyverzett tagjait a bőrkabátjukról, valamint a tányérsapkájukról lehetett felismerni a különítmények tagjai nem válogattak az eszközökben, ahol a szükségesnek érezték, kegyetlenkedtek és azonnali kivégzéseket hajtottak végre. A vörös terror áldozatainak a száma országszerte megközelítette a 600-at. A Magyarországi Tanácsköztársaság bukását végül a kilátástalan katonai helyzet okozta. Az új munkás hadsereg ugyan 1919. május 20-án sikeres ellentámadást indított Északon, amelynek észszerű stratégiai célja a csehszlovák és a román hadsereg szétválasztása és a Kárpátok vonalán túl a szovjet vörös hadsereggel való egyesülés lehetőségének megteremtése volt, de a végső sikerre nem lehetett esélye. A polgárháborús viszonyok miatt szovjet Oroszország nem tudott segítséget nyújtani, a Párizsban tanácskozó nagyhatalmak pedig az elfoglalt északi területek azonnali kiürítését követelték a csapatok visszavonása és a vörös terror kibontakozása után a tanácskoztársaság támogatottsága drámaian csökkent. A kommunista vezetők ezt egy újabb sikeres katonai akcióval akarták megváltoztatni. A románok ellen kelet felé indított júliusi offenzíva azonban néhány nap alatt látványosan összeomlott, a katonák tömegesen dezertáltak. A többszörös túlerőben lévő román hadsereg átkelt a Tiszán, és ellenállás nélkül megindult a magyar főváros Budapest felé. A reménytelen helyzettel szembesülve a kormányzó tanács 1919. augusztus 1-én lemondott. A felelősségre vonás, illetve a várható bosszú elől a népbiztosok még ugyanezen a napon elhagyták az országot és külföldre menekültek. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára. Ha támogatásoddal segíted a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!